Üdvözlöm a Gotthár Televízió nézőit! A mai alkalomból újdonságaimból választottam. Első könyvem címe Cirka utazása. Hédőr Morisz könyve. Cecilia Klein mindössze 16 éves volt, amikor 1942-ben elvitték az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs táborba. A története itt akár véget is érhetett volna, ám egy magasrangú náci tisztnek megtetszett a lány, csodálatos, hosszú haja, és elkülönítette őt a többi fogolytól. Cirka keserű leckék árán tanulta meg, hogy a hatalom közelében lenni egyet jelent a túléléssel, és tette, amit tennie kellett, hogy életben maradjon. Ám a legszörnyűbb lecke akkor következett, amikor már azt hitte, végre visszakaphatja az életét. A tábor felszabadítása után ugyanis Cirkát kollaboránsnak bélyegezték, és egy szibériai büntetőtáborba küldték, a Vorkuta gulágra, az északi sarkörön túl. Második börtönében Cirkának új, ugyanakkor rémisztően ismerős nehézségekkel kellett szembenéznie. Egy orvosnő révén a talpra esett erős lány a tábori kórházba kerül dolgozni, ahol az elképzelhetetlen körülmények dacára igyekezett segíteni a betegeken. A mindennapok a halál és a rettegés egyében teltek. Ám érkezett egy Alexander nevű beteg, és Cirka ráébredt, hogy az átért borzalmak ellenére még mindig maradt hely a szívében a szerelemnek. Meséltem már Cirkáról? Nem, még nem, Lale. Ki volt ő? A legbátrabb ember, akivel valaha találkoztam. Nem a legbátrabb lány vagy nő, hanem a legbátrabb ember. Miért? Megmentette az életemet. Gyönyörű, apró kis teremtés volt, és én az életemet köszönhetem neki. Ennek a könyvnek az írója még egy másik könyvvel is jeleskedett, az Auschwitz-i tetováló, ami szintén megtalálható a könyvtárunkban. Következő könyvem címe Titokzatos memória. Hilt Oldsby és Ilva Oldsby könyve. A felejtés és az emlékezés könyve. Mit nevezünk emléknek? Hol tároljuk az emlékeket? Miért felejtünk? A játékos könnyedséggel és intelligenciával megírt titokzatos memória ezekre a kérdésekre is keresi a választ, miközben egy olyan tudományterületre enged betekintés, melyet érdeklődés és sejtély övez. A norvég nővérek egymást nagyszerűen kiegészítve lendületesen fűzik egybe a történelmi tényeket, a kutatásokat és a személyes történeteket. Különös utazásra hívják olvasóikat, mely a reneszánsz korban kezdődik, a hippokampusz felfedezésének idejében, mely csikóharra emlékeztető alakjáról kapta a nevét, és napjainkig tart. Miközben metaforák és metaanalízisek között bolyongunk, találkozhatunk a szakterület nemzetközi élvonalához tartozó kutatókkal, extrém memóriával és extrém feledékenységgel élőkkel, olyanokkal, akik hamis emlékekről vagy egy emlékezetükben hordozott traumáról számolnak be, sakknagymesterekkel, egy híres norvég íróval, akit különösen foglalkoztat az emlékezés természete. A titokzatos memória egyedi hangvételű, felejthetetlen könyv az emlékezésről és a felejtésről. Feltárja azt az izgalmas folyamatot, ahogy agyunk varázslatos módon előhívja a tudást, újra teremti a letűntnek hitt pillanatot, és lehetővé teszi, hogy elképzeljük a jövőt. De roppant bölcsen azt sem hallgatja el, hogy az emlékezet igencsak megbízhatatlan, öntörvényű társunk. Nagyszerű olvasmány. Következő szép irodalmi művemet Szunyog Szabolcs írta. Amrita Sergil, egy magyar festőzseni szenvedélyes élete. A félig magyar, félig indiai Amrita Sergil szerelmei, világhírű rajongói, lázadó házassága a 20. század első felében óriási botrányt okozott. A törékeny és zseniális fiatal lány mindössze 28 évet kapott az élettől, de termékeny munkássága igen kevés idő alatt is India egyik legnagyobb festőjévé tette. Azokat festette meg, akiket kitaszított a társadalom. Forradalmi látásmódjával és emberségével úgy mutatta meg a hatalmas India nyomorgóit, mint korábban egyetlen művész sem.
20 évesen elnyerte a Párizsi Szalon aranyérmét. Képeit kiállították Párizsban, Londonban, Münchenben, műveit kincsként őrzik az Új Delfi Nemzeti Múzeumban. Nevét Modiglianival, Chagallal, Frida Kahlóval együtt emlegetik. Jó barátjaként szerette Kadinti Frigyes, Szőnyi István, Hatvani Lajos, Baktai Ervin. Pár szót mondanék Szunyog Szabolcsról. Ő egy író, újságíró, író, rádiós műsorvezető, számos ismeretterjesztő könyv, ifjúsági regény, hangjáték, riportkötet szerzője. Évtizedeken át szerkesztette a Köznevelés című oktatási hetilapot, jelenleg a Klubrádió munkatársa. Gyakran tart előadásokat a Bibliával, a zsidó kultúrával, a kereszténység születésével, a különböző művészeti irányzatok, elsősorban a szecesszió történetével kapcsolatban. Több írásában foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a különböző korokban miként milyen harcok és áldozatok árán tudtak érvényesülni a nők, milyen tudományos művészeti értékeket teremtettek, milyen eredményeket értek el. Így Amrita Sergil életének regénye az egyik legnagyobb, de itthon kevéssé ismert magyar festőművésznő szenvedélyes életét írja le. És most egy könnyedebb olvasmány. Főzni akaróknak, vagy főzni tudóknak. Nemere Ilona írt egy olyan könyvet, hogy Szakácskönyv két balkezeseknek. Ki, ahogy érzékeli a két balkezes szót. Kinek íródott ez a könyv? Ezt a könyvet az esendő erőfeszítésekért viszont nagyon is becsülni való két balkezeseknek írtam. Ők azok, akiket a legnagyobb igyekezettel létrehozott alkotás után is csak így dicsérnek. Ki gondolta volna? Jó, ha nem teszik hozzá. Tényleg te csináltad? Bezzeg az ezermesternek, aranykezűnek, elkönyvelt embertársai sikertelensége azt juttatja a többiek eszébe. Mindenkinek lehet rossz napja. Ezt a könyvet bátran forgathatják a fiatalok, akik most látják elérkezettnek az időt, hogy önmagukról gondoskodjanak, vagy éppen nem látják úgy, de kénytelenek. Azoknak is szeretettel ajánlom a könyvet, akiknek az ebédelést az étkező ajtóra kilógatott munkahelyi menülista böngészése, a vacsorát pedig a pizza étlap végig gusztálása előzte meg. Most viszont úgy gondolják, nem is baj, hogy megszűnt a vállalat, vagy éppen az sem tragédia, hogy mától a postás hozza az elköltendőt, úgy is unta már a tarhonyás mócsingot. Holnaptól új életet kezdünk, felfedezzük a konyhát. Nem a saját kárunkon tanulunk meg balesetmentesen közlekedni a bevásárlókosár és a tűzhely között, hanem ezzel a könyvvel. Játszva tanulunk, eddig ez a módszer találtatott a legeredményesebbnek. Hajrá a konyhában! És következő és utolsó könyvem is egyben, Liz Wingate könyve, Eltűnt testvéreink könyve. Először akkor halunk meg, amikor utolsó leletünk eltávozik a testünkből. Másodszor pedig akkor, amikor utoljára ejtik ki a nevünket. Az elsőre nincs befolyásunk, de a másodikra igen. Louisiana, 1875. Az amerikai polgárháború már 10 éve véget ért, és a rabszolgasságot felszámolták. Az ültetvényeken egykori rabszolgák dolgoznak, hogy keserves munkájukkal megváltsák a földet, amelyet megművelnek. Egy nap az ültetvény urának nyoma vész, és ezzel örökre összefonódik 3 fiatal lány sorsa. Lavinia, a tehetős ültetvényes örököse, Jane, a földbirtokos férvén lánya, és Henny, az egykori rabszolga összefognak, és vakmerő utazásra indulnak. Lavinia és Jane az apjukat keresik, hogy így biztosítsák örökségüket. Henny pedig a családtagjait reméli megtalálni, akiktől a polgárháború előtt szakították el. Louisiana, 1987. Új tanárnő érkezik a déli kisvárosba. A tapasztalatlan Benedettát sokkolja, hogy az iskola tanulói, egykori rabszolgák leszármazottai, hiába az eltelt több mint 100 év, még mindig nyomorban élnek. A helyi közösség ráadásul gyanakvó, és elzárkózik minden újdonságtól. Ám a viharvert tölgyfák övezte egykori ültetvényesház könyvtárszobájában olyan történet rejlik, melynek hatására minden megváltozhat. A polgárháborút követően a déli újságokban rendszeresen jelentek meg hirdetések az eltűnt testvéreink rovatban.
A hajdani rabszolgák így próbálták meg megtalálni elveszített családtagjaikat. Liz Wingate szívbe markoló történelmi regényét ezek a hirdetések ihlették. És az elmaradhatatlan vers. Horváth Piroska, Rézerdők csodái. November. Izzó galagonyák zizzennek a csendben, búskomor az erdő, ónköncseppje cseppen, ólom a cipője, csipkelába vérzik. Puha lombtengerben elsüppet már térdik. Megcsillan egy csugár elvesztett nyakéken, mohabársony simul megázott fakérgen, nyírkos sóhajtása, lelete hűvös, elvénült ágreccsen, a reumás és nyűgös. Pletykás holló károg minden lében kanál, öreg töltövében eleséget talál, észiny gúnyáját hideg szél borzolja, elvásik a csőre, novembert korholja. Vaddisznó dagonyász pőle erdő szélén, fura rituálé, mocskos lesz a végén. A varszőnyeg rojtját jól összekuszálja, aztán messze csörtet, köd marad utána. Kecses léptével a király is érkezik, oly ékes, fenséges akkor sem kérkedik, szerényen viseli agancs koronáját, lenyúgvó naplesi rézerdők csodáját. Csöpp-csepp csermely csordogál, kövek közt bekúszik, kanyarok hömpölyög, aztán felocsudik, valaki ideért, senkivel nem tréfál, ősz utó búcsút int, november besétál. Nagyon sok szeretettel várok minden kedves olvasónkat a Móra Ferencvárosi Könyvtárba.